Sziasztok! Újra itt vagyunk, folytatjuk az AutoCAD alapismereteket, és elérkeztünk most a nyomtatás témaköréhez. Láthatjátok, hogy a modelltérben el van helyezve egy nagyon egyszerű rajz, ez egy konyha alaprajza, amelybe vannak bútorok, falak, ajtók, ezt szeretnénk ma kinyomtatni. Nézzük meg először a rajz fölépítését, látható, hogy van egy ajtó, világos kék színű fóliánk, egy bútor bíbor színen és egy fal zöld színen van ábrázolva. Ezt szeretnénk kinyomtatni. Mint minden Windows-os programban, itt is a Ctrl-P billentyű konfigurációval tudjuk behozni a nyomtatási párbeszéd ablakot. Ugye itt lehetne megadni egy oldalbeállítást, ilyet még nem hoztunk létre, mindjárt meg fogjuk nézni, majd meg kéne adni a nyomtatót, a papírméretet, azt, hogy a képernyőnek melyik területét szeretnénk kinyomtatni, és mehetne a nyomtatás. Na, ezt fogjuk átnézni részletesebben az elkövetkezendő pár percben. Először is menjünk a menübe, nyomtatás és oldalbeállítás. Hozzunk létre egy új oldalbeállítást, aminek a neve legyen az, hogy A4, okézzuk le. Ezután már van egy oldalbeállításunk A4 néven. Válasszuk ki a nyomtatónkat vagy plotterünket. Ugye most igazi nyomtató nincsen, ezért föl fogjuk használni a nagyon jól működő, az AutoCAD által biztosított DVG to PDF printert, ez egy virtuális nyomtató, és a rajzainkat PDF állományba tudjuk általa konvertálni, menteni. Ez nagyon jó, mert hogyha ki kell nyomtatnunk olyan helyen, ahol nincsen AutoCAD telepítve, akkor csak ezt a PDF állományt visszük magunkkal, és ott szépen ki lehet nyomtatni, vagy csak ugye ezt az állományt adjuk oda a kollégánknak, a megrendelőnknek, és így ő nem tudja majd módosítani az eredeti tervünket. Látható a papírméret, ami ugye A4, 210x297 mm, és most meg kellene adnunk a nyomtatási területet. Itt többféle lehetőség van, ebből a legjobb, amit én mindig használok, az az ablakos, eltűnik a párbeszéd ablak, és szépen ki kell jelölni egy kijelölő téglalappal, hogy mi az, amit ki szeretnénk nyomtatni a lapunkra. Amikor a kijelölést befejezzük, a bal egér gombbal eltűnik a párbeszéd ablak. Ezután középre lehet tájolni a kijelölt objektumokat, ugye nem kell mondanom, hogy ez a fekete négyzet nagyjából vázlatosan mutatja az előképet. Ha most bekapcsolom a nyomtatás középre igazítása, akkor szépen bekerült középre, és egyik oldala se piros már, azaz nem lóg le a rajzunk, a lapunkról, amit definiáltunk. Utána jön egy nagyon-nagyon fontos rész, a nyomtatásnak a léptéke. Többször mondtam a tutoriál videók alatt, hogy nem kell foglalkoznunk a méretarányjal, hiszen az a nyomtatáskor fog eldőlni. Na, itt vagyunk a nyomtatásnál, tehát most kell ennek eldőlnie. Vegyük ki egyelőre ezt a pipát, és válasszuk ki a léptéket. Hogyha egy az egybe szeretném, akkor azt mondom meg az AutoCAD-nek, hogy egy rajzi milliméter, az feleljen meg a modelltérben egy rajzi egységnek. De ha egy a nyolcasba szeretnék nyomtatni, akkor egy rajzi milliméter 8 modellegységnek fog megfelelni. Természetesen ez visszafele is működik, 8 az egyes arányt is meg tudunk adni, így 8 milliméter lesz a papíron egy rajzi egység. Nem csak milliméter, hanem hüvelyk is lehet itt, de hát nekünk csak a milliméter játszik, tehát igazándiból ez megfelelő számunkra. Ha azt mondom, hogy egy rajzi egység egy rajzi milliméter, akkor egy az egybe kell megadni az arányt, tehát magát a méretarányt. De itt van ez a nyomógomb, vagyis hát jobban mondva checkbox, amit hogyha bepipálunk, akkor azt lehet látni, hogy 1 milliméter 1,213 ezred rajzi egység lesz, azaz kikalkulálja azt a méretarányt az AutoCAD, hogy még pont elférjen a kijelölt rajzelemeknek a négyzete a papírlapunkon. Tehát, hogyha gyorsan kell egy nagy rajzot kinyomtatnunk vázlatosan, akkor nyugodtan használhatjuk ezt, biztos, hogy rá fog kerülni a rajzlapunkra a kijelölt rajzelemeknek a listája. Még meg lehet adni azt, hogy álló vagy fekvő, ugye a mi esetünkben azért inkább a fekvő rajzlap,
lesz a célszerű, látni, hogy átszámolta ugye megint a méretarányt, hiszen rápróbálja illeszteni, tehát megpróbálja kitölteni a rajzlapot az AutoCAD. De nagyon fontos itt megjegyeznünk, hogyha a papírlapra illesztést használjuk, akkor nagyon furcsa méretarányok jönnek ki, tehát ezt azért tudatosan, szabályosan kell alkalmazni, tehát mindig tudnunk kell, hogy a végén hogyan, milyen méretarányba szeretnénk kinyomtatni a tervünket. Ezután nincs más hátra, csak meg kell néznünk az előnézetet, amelyet itt a bal alsó sarokban látható nyomógomba tudunk előcsalogatni, és voilà, itt van a mi rajzunk, szépen rá van méretezve a A4-es rajzlapunkra, bele lehet nagyítani, penelni lehet benne ugyanúgy. Amit látunk első körbe, hogy bizony itt a vonalak azok színesen jelennek meg, kivéve ez a két vonal itt, meg ugye itt, róla beszélek, amelyek feketén, mert ami a modelltérben fehér, az a papíron fekete lesz, ez automatikusan invertálja a rendszer, de az összes többi színhez nem nyúl hozzá. Na, majd megnézzük, hogy hogyan tudjuk ezt szabályozni, de egyelőre hozzuk létre az első PDF állományunkat, nyomjuk meg az OK gombot, bezárjuk ugye az oldalbeállítás kezelőt, és ezután, ha rámegyünk a Ctrl-P-vel, kiválasszuk a rajzelemeket, itt fönt megadjuk az A4-es lapot, akkor már csak meg kell nyomnunk az OK gombot, és most már az asztalra létre tudjuk hozni ezt a PDF állományt, mentés, várunk egy picit, és hát az alapértelmezett PDF nézegető fog betöltődni. Itt van a virtuális papírlapunk, amelyre kinyomtattuk a rajzelemeket, ami nagyon jó, és már most fölhívom erre a figyelmet, hogyha fóliákkal dolgozunk, és AutoCAD-ből nyomtatjuk PDF-be, tehát az AutoCAD saját PDF printerével, akkor a fóliák itt is láthatóak, és a PDF-en belül is ki be lehet kapcsolni őket. Így, ha például lennének feliratok és méretek, és nem lenne rá szükség mondjuk egy adott esetben, akkor nem kell a DVG-hez nyúlni, hanem csak kikapcsoljuk az adott layert, és úgy fogjuk kinyomtatni a PDF-ből, tehát már megtérül itt a nyomtatáskor is, hogy PDF-ben gondolkodunk. De látható, hogy nincsen vonalvastagság, nem jók a vonalszínek, tehát azért van még itt feladat bőven. Nézzük is ezt meg, hogyan tudjuk testre szabni. Először is, ugye a fólia kezelőbe kellene mennünk, és itt a vonalvastagságokat kellene definiálnunk, hogy ugye megfelelő vonalvastagsággal jelenjenek meg a rajzelemek a papírlapon. De ez még csak a feladat egyik része, a másik része az, hogy ugye én a modelltérben színekkel szeretnék dolgozni, de a papírlapon mondjuk én azt szeretném, hogy minden vonal fekete színnel jelenjen meg. Ehhez stílus kellene alkalmaznom. De ha már stílust alkalmazok, akkor nincs szükségem arra, hogy a fóliákhoz egyesével beállítjam a vonalvastagságot, hanem azt a logikát fogom majd követni, hogy amilyen színű a rajzelem a modelltérbe, az a szín fogja megmondani a nyomtatónak, hogy milyen vastagon fog megjelenni az adott rajzelem a papíron. Ez nagyon fontos, ez egy nagyon régi megközelítése egyébként ennek a problémának, a tor gépek idejébe nyúlik ez vissza, de én ezt fogom bemutatni, mert egy nagyon praktikus gondolkodást igényel, és nagyon praktikus lehetőségeket is fog nyújtani ez a számunkra. Tehát egy szín fogja megmondani a mi rajzelemeinknek azt, hogy milyen vastag lesz az a modelltérbe. Azért nem célszerű véleményem szerint a fóliákhoz beállítani a vonalvastagságot, mert akkor bizony minden fóliához egyesével kell beállítani ezt. De mi ezzel a baj? Első körben nem tűnik annak, hiszen 4-5 fólia kezelése nem nagy. De aki már dolgozott több AutoCAD-es rajzzal, és az egyik rajzból áthozott rajzelemeket a másikba, az tudja, hogy a fóliát is hozza magával az adott rajzelem, így hirtelen 10-20, akár 30 fólia is lehet itt ebbe a listába, és ezeket menedzselni vonalvastagsággal, hát nem lehetetlen, de nem is túl egyszerű feladat, viszont mi emberek vizuálisak vagyunk, ránézünk a modellre,
beltérbe, látjuk a színeket, és egy nagyon erős szabályt tudunk definiálni nyomtatáskor, hogy amilyen színű a rajzelem, a színe alapján meg tudjuk majd mondani, hogy milyen vastag lesz az kinyomtatva. Tehát mi itt nem állítunk be vonalvastagságot, csak is a nyomtatáskor. Nézzük is meg, hogy hogyan tudjuk ezt beállítani, válasszuk ki az oldalbeállításunkat, szépen már itt van, be van állítva a DVG-nk, megnézzük az előnézetbe, igen, megvan a kijelölésünk, és nézzük meg, hogy hol lehet beállítani nyomtatási stílust. Fölhívom még a figyelmet arra, hogy itt a jobb alsó sarokban van egy bogyó, én ezt csak így hívom, mert egyébként ez egy gomb, amellyel a nyomtatási panelt AutoCAD 2013-ban össze lehet húzni, azt hiszem alapértelmezésként így jelenik meg, és ki lehet tágítani, hogy elérjük a plusz funkciókat. Hogy ez miért jó, nem tudom, mert sokszor az ember beleesik abba, hogy keresi a nyomtatási stíluskezelőt, de nem találja, és nem érti, hogy miért nem találja, pedig ott kéne lennie, egy kicsit már fáradt, 5-8-10 óra rajzolás után van, és igen, tényleg itt van egy gombnak tűnő valami, amit hogyha megnyomok, akkor megjelenik a nyomtatási stílus táblázat kezelő, és tudjuk azt használni. Ezzel a nagy baj az, hogy valamilyen megmagyarázhatatlan okból kifolyólag verzióról-verzióra eltüntetik a bogyót, és tabokkal lehet váltani a nézetek között, utána pedig megint megjelenik a bogyó, számomra teljesen érthetetlen, hogy miért kell ezt egy picit mindig átvariálni évről évre. Na de térjünk vissza a nyomtatási stíluskezelő táblázathoz. Válasszunk ki egy alapértelmezett nyomtatási stílus táblázatot. Mit szeretnék én? Hogy minden rajzelemen fekete legyen a papíron, az azt jelenti, hogy monokrom. Lehet látni, hogy egy fájlt adunk meg, monokrom.ctb, hát ez szerintem azt jelenti, hogy monokrom color table, tehát egy olyan színtáblázat, amely ugye monokrommá fogja alakítani nyomtatáskor a rajzelemek színét. Nézzük meg az előnézetet, és tényleg itt van, már minden fekete. Ha kinyomtatom, megadom az előző PDF-et, azt fölülírom. Valóban megoldottuk az első feladatunkat, tehát minden rajzelem fekete színnel jelenik meg a papíron. Egy nagy bajunk van még, hogy nincsen beállítva a vonalvastagság. Sajnos, ahhoz, hogy ezzel a módszerrel a vonalvastagságot is meg tudjuk adni, ahhoz mindenképpen saját színtáblázatot kell alkalmazni. Az egyszerűbb megoldás pedig az lenne, hogy itt beállítom a nyomtatási stílusnak, hogy monokrom, és a fóliákhoz pedig megadom a nyomtatási vastagságot. De mi most létrehozunk egy saját nyomtatási új táblázatot. Rámegyünk, első bogyót fogjuk bepipálni, alapértékek, új nyomtatási stílus táblázat létrehozása, tovább, adunk neki egy fájl nevet, saját, nagyon kreatív név, befejezzük, itt már lehetne szerkeszteni, de először hozzuk létre a fájlt, lehet látni, hogy be van állítva. Mellette ez a villás kulcsa, hogyha ráklikkelünk, meg egy plotterre, talán ez az ikonja, akkor bejön a szerkesztés, és itt szépen lehet szerkeszteni ezt a szín táblázatot. Megpróbálom egy kicsit kinagyítani. Van egy általános fül, ahol ilyen általános infókat olvashatunk róla, a lényegtelen. Van egy táblázatos nézet, ami szerintem csak azért van, hogy legyen, egyszer valaki lefejlesztette, és itt van az űrlap nézet, ami valóban használható, a két nézetben ugyanazokat a funkciókat érjük el. Tehát űrlap nézet. Itt vannak a színek, és minden színhez tulajdonságokat tudunk rendelni. Mint például a szín 1-hez, ami a piros, az objektumnak a nyomtatási színét lehet megadni. Ha ide az van írva, hogy objektum alapján, akkor olyan színnel fog megjelenni nyomtatáskor, amilyen színű az objektum a modelltérbe. Aztán be lehet tenni azt, hogy vonal típus. A vonal típust is fölül tudjuk írni, tehát azt is hozzá lehet rendelni a vonalnak a színéhez, de ez azért már nem túl praktikus. Ezt, ha objektum alapján hagyjuk, akkor a fóliából, vagy az objektum saját vonal típusából fogja kiolvasni a rendszer.
Aztán van itt olyan, ami még érdekes, hogy vonal vastagság. Na, ezt keressük mi. Ha objektum alapján van, akkor megnézi, hogy az adott fóliához be van állítva vonalvastagság. Ha nincsen, megnézi, hogy az entitásunknak van-e saját vonalvastagsága. Ha nincsen, akkor az alapértelmezett vonalvastagsággal fog megjelenni. De ha én ezt itt átállítom mondjuk 0,65-re, akkor bizony ezzel a vonalvastagsággal fog megjelenni ez a rajzelem. Most még visszateszem ezt objektum alapjára. És ami még érdekes lehet, bizonyos esetekben a vonal végződésnek a stílusa, ami lehet tompa, szögletes, kerek vagy hegyes, ezt is itt szépen lehet állítani. Első feladatunk legyen az, hogy a szín 1-től a szín 9-ig a színt az állítjuk át feketévé. Általában ebből a 9 színből szoktunk fólia szint választani, általában elég is szokott lenni, de olykor a fekete-fehér rajzokat színekkel is kiszoktuk emelni, és a szín 10-től fölfele érdemes kiválasztani olyan színeket, amely, vagy ezeket a színeket meghagyni, hogy objektum alapján nyomtassa ki a rendszer, így szépen azért színes rajzokat is tudunk majd ezzel a stílussal kezelni. Ha megvan, akkor minden fóliának állítsuk be minimum vonalvastagságnak a 0,2 mm-et. Most jön egy Windows-os ninja fogás, kijelöljük a szín 1-et, lenyomjuk a shiftet, legörgetünk az utolsó elemre, ráklikkelünk, és így az összes szín ki fog jelölődni ebbe a listába, és most állítjuk be, hogy a vonal vastagság az legyen mondjuk 0,25. Ezzel megmondtuk, hogy bármilyen színű is az elem, a vonal vastagság az 0,25 lesz. Most rámegyünk a szín 1-re, lehet látni, hogy a színe fekete, vonalvastagsága 0,25, oké. Okay. Van a sárga, ami 0,25 és fekete, és így tovább megyünk. Ugye nekünk van egy bíborunk, aminek legyen mondjuk 0,35, van egy zöldünk, ami meg legyen mondjuk 0,5 a vastagsága, és az összes többi pedig ugye lehet látni, hogyha ilyen színekből választanánk fólia a szint, akkor ilyen színnel jelenik meg, mert itt van egy objektum alapján, de a vonal vastagsága minimum 0,25 lesz, hogyha ezt nem írjuk fölül. Nagyon fontos, hogy ez a legerősebb szabály, a nyomtatási stílus. Hiába lesz a fóliánknak saját vonal vastagsága, figyelmen kívül fogja hagyni a rendszer, és pontosan ezért szeretjük ezt a megoldást, mert így nagyon gyorsan lehet normalizálni egy összetett rajzot a nyomtatáshoz, hiszen nagyon sok fóliánk lehet, ahol vagy be van állítva a vonalvastagság, vagy nincs, vagy nem jól van beállítva, de itt rendet tudunk vágni. Ha készen vagyunk, mentjük el bezárással. Nagyon jó, válasszuk ki az A4-es oldalbeállítást, nézzük meg az előnézetet, és voilà, itt van a kész rajzunk, nyomtassuk ki az asztalra, fölülírjuk a meglévőt, így van, és bejött a PDF állományunk, lehet látni, hogy már van eltérő vonalvastagság, és minden vonalunk ugye fekete színnel jelenik meg. Azt hiszem, hogy egyértelmű a dolog. Amit még bemutatnék, az az, hogy ha eldöntöm azt, hogy a modelltérbe 1 mm az egy rajzi egység lesz, akkor célszerű megrajzolnunk a papírlapunkat is, hogy pontosan tudjuk kinyomtatni a rajzelemeinket, hogy ne érjen minket meglepetés. Tehát egy egyszerű példával minden világos lesz. Hozzunk létre egy olyan fóliát, hogy keret. Ennek a színe legyen piros, jó, és ez a keret fogja megadni az A4-es papírlapunkat a modelltérbe. De ezt nem szeretnénk majd kinyomtatni, ezért itt a nyomtatásnál erre az ikonra klikkeljünk rá. Ezt nem fogjuk kinyomtatni, legyen most ez az aktuális. Jó? Rajzoljuk meg az A4-es lapunkat elfektetve, tehát 297 mm széles és 210 mm magas. Picit belenyúlik. Elhelyezem itt középre, és folytatom a rajzolást. Így,
meg vagyunk. Megint menjünk bele a nyomtatásba. A4-es lap, ablak, és most adjuk meg a keletnek a átellenes sarkait, nyomtatás középre, de nincs papírlapra illesztés, hanem azt mondom, hogy lépték egy az egybe. Jó? És ugye fekvőnek van állítva, de ez így nem jó, tehát de ennek így kéne jó lenni, és akkor szépen itt van maga a rajzunk. Nyomtassuk ki. Hoppá, a stílus még nem adtuk meg, erre azért oda kell figyelni, hogy stílusunk az a saját. Így van. Ha ugyanazt a rajzot többször ki fogjuk nyomtatni, akkor érdemes bepipálni azt, hogy elrendezés változásainak mentése. Oké, megadjuk a PDF-et. Igen. És szépen ugyanitt vagyunk. Jó? Amiért jó keretet rajzolni a rajzunk körül, mert az, hogy meg tudjuk adni a margókat is, hiszen minden nyomtatónak vannak belső margói, amelyeken túl nem tud nyomtatni, meg akkor is szép a rajz, igazán akkor szép a rajz, ha a rajzunk is rendelkezik margóval. Tehát például ugye rajzolunk egy 2 centis margót, ami 20 mm lesz, eltoljuk ezeket befele, így né. Meg szeretnénk jeleníteni ezt is, átmegyünk mondjuk hát nem túl elegánsan egy bútor fóliára, és a vonallánccal fölülrajzoljuk. Így né, itt vagyunk, Ctrl-P, megjöttünk, előnézet, látható, hogy itt van minden. Ugye igazándiból itt a papírlapot azt állítjuk át 297x210-re. Az ablak az megvan adva, csak gyakoroljuk. Így néha, ha minden igaz, akkor eltalálom. Megvan. Ezzel lehet középre igazítani, vagy az XY eltolást meg lehet adni milliméterbe. 1:1-es méretezés. Nagyon jó. Saját CTB, oké, megadjuk, kinyomtatjuk, fölülírjuk. És itt vagyunk szépen. Ki van nyomtatva a rajzunk. Arra kell még figyelnünk, hogyha PDF-ből nyomtatunk, akkor nem szabad olyat csinálni, hogy ráméretezzük, ugye a... Hát itt sajnos nekem nincsen PDF nyomtatom se, hát kiválasztom ezt az XPS-t. Méretezés típusa nincsen, tehát nem szabad hozzáigazítani a nyomtatási területhez, mert a nyomtatóknak is van margója, és akkor így bele fogja zsugorítani a rajzlapot, de mivel nekünk van saját margónk, ezért nem baj, ha egy az egybe ráküldjük, nem okozunk problémát ezzel a nyomtatónknak, tehát nincsen. Hát most már csak azt kéne megtalálnom, hogy hol fogja elforgatni ugye a rajzlapomat, elrendezés állóról fekvőre, így mi, most már minden rendben van, így már kinyomtathatnám, hogyha ez egy valódi printer lenne a rajzomat, és nem skálázná át, így milliméter, tizedmilliméter pontosan levehetőek az adatok, és a méretaránynak megfelelően fogja kinyomtatni a nyomtató. Röviden összefoglalva, ez a legfontosabb dolog a nyomtatással kapcsolatosan, így kell elképzelni, természetesen ez könnyebb elmondani, elmutogatni, mint csinálni. Sok kudarc érheti az embert, hogy nem sikerül, lelóg a rajza, de ez egy olyan dolog, amelyen mindenkinek keresztül kell mennie, csak akkor fogja igazándiból elsajátítani a nyomtatást. És még egy nagyon fontos dolog, hogyha nyomtatási stílus használunk, akkor azt vegyük számításba, hogy az a DVG állományban nem mentődik el, az egy fájl, ami a merev lemezen található meg. Tehát ha rámegyünk a nagy albetűre, nyomtatás, és mondjuk a plotter kezelőt kikeressük, akkor bejön az intéző, itt látható az útvonal, hogy hol láthatók a plotterek és a nyomtatási stílusok. Ugye ez a plot styles, ha belemegyünk, itt vannak a
CTB-k, a saját CTB is itt látható, amit létrehoztunk, tehát hogyha más gépre átülünk, ahol AutoCAD-ből nyomtatunk, vinni kell magunkkal ezt a CTB állományt, de a telepítése csak annyi, hogy ezt a fájlt ebbe az elérési útvonalba bele kell dobnunk, el kell helyeznünk, és akkor már föl tudja dolgozni az AutoCAD a DVG állományunkat, mert ugye abba csak azt menti el, hogy ezt a CTB-t a nyomtatásnál szeretné meghívni, de nem találja, ha nincs itt ebbe a mappába. Mivel eléggé összetett ez az útvonal, ezért az AutoCAD automatikusan odavisz minket, hogyha a nyomtatás és a plotter kezelő fülre klikkelünk, vagyis hát menüpontra a nyomtatási menün belül, és akkor szépen láthatjuk a stílusokat a Plot Styles mappában. No hát, valóban befejezném ezt a videót most már. Azt gondolom, hogy minden lényeges információt átadtam, hogy mindenki ki tudja nyomtatni az AutoCAD-es rajzait.